valami teremtményt. Ki tudja, lehet, hogy valami olyan teremtmény, ami... Legközben meg kell nézni, milyen skilleket kapok. Most én a 18-as szinten vagyok, ami azt jelenti, hogy press R to reload any pistols or snipers by using... Oké, most már újra tudok tölteni. Tilder közben. Health bar és grenade takedown. Oké, és... Mik vannak még itt? A 30-as szint, na az mi? Reduce damage taken from fire by 15%. Zsír. Datakonzol. Az állatokat leszhetem csekkolni, kedves játék. Animals. Oké. De még mik vannak itt? Még kettő állat van hátra. Vagy mik azok? Halány fogalmam sincs. Halány fogalmam sincs. Na. Na mindegy. Na, én most hova is akartam menni? Ó, igen. Vagy felvenni ezt a sokszart, vagy folytatni a mellékletést, és én szerintem a sokszor felvételem mellett döntök. Elnézést miattam, de őszintén bevallom, hogy én ezeket szívesebben veszem most is fel, mint hogy folytatom a főküldetés szállat. Lehet, hogy az előbb mellékületés szállnak hívtam, mert kis fogyi vagyok, de nem emlékszem pontosan, jó, hogy nem tudok beszállni a kocsiban. Na. De igazából kb. Ugyanúgy néz ki a főküldetés szál, mint hogyha mellé dolgokat csinálni, szóval sok dolgot nem veszítünk, csak olyan diavetítésszerű átvezető animációkat, szóval remélem megértitek, hogy mi a célom. Az út meg egész vicces volt, előttem jelent meg. Nem tudom mire vélni, de mókás volt szerintem. Na, szívesen beavatkoznék, csak most nem fog összejönni. Mert akkor elütöttem volna az én kis barátaimat is, és nekem nincsen kedvem barátokat gyilkolni most per pillanat. Hé, hey, ott egy láda. Majdnem elhajtottam a láda mellett. Na. Vagy egy emeltel feje, vagy egy emeltel lejjebb van netán a barlangban, vagy netán egy barlangban, nem tudom. Mindjárt meglátjuk. Nem, itt van. Legalábbis itt kell lennie. Béla. Na most már csak menjünk szépen, és most jól lesz a fogdostom a szemüvegemet. Én rohadt retardát. Na mindegy. Na ezeket most lehet, hogy álltam ütni. Legalább egyet, de közben én meg fennakadtam valami szalon, és kipördültem, és szerintem nem segítek, mert egy faszapó vagyok. Szerintem elütöttem még egyet, király. Örüljetek ennek a kis segítségnek. Na és ott is bujkálnak az ilyen kis dolgaim, amiket fel akartam venni. Baba! Na és most nézem, hogy milyen kurva sok életünk van. Szent kibaszott szar és... Dun-dun-dun, ez nagyon ijesztő. De még mik vannak itt, amik ilyen... sokat érnek. Alattam van még szerintem egy barlang. Amit innen a partról tudok megközelíteni. Pontosabban innen, itt van a bejárat szerintem valahol. És akkor kurvára fel tudom majd venni. Csak ezt most lehet, hogy benéztem és felgyulladtam, haver! Akkor sem minden rendben észre is vettek engem. Madarakat is öltem, mert... lehet, hogy pont itt tudok bemenni, hogyha ez itt nyitva van. Nem, nincs nyitva. Hát csak... rohadtság fejmadár. Oké, a no-scope ebben nem működik. Igazából nekem egyik játékban sem szólhat, tök mindegy. Na. Akkor vajon hol van a barlangnak a be... tehát pont az orrom előtt? Ne. Ha barlang bejárat lennék, akkor hol a kibaszott retekbe lennék? Egyné, remélem sokat segítettem. Á, meg is találtam a bejáratot. Csúszunk egyet. Zsír. Gyorsan vegyük fel ezt a szart. Hol van a ládánk? Ott van. Ha nem villognál, akkor el lennék veszve. Ezt a kis pénzt is hadd vegyem fel. Medre értékelni. Haver! Köszönöm. Most hol jutok ki? Összezavarodtam, emberek. Aki is itt szerintem fel tudok mászni. Bilány. Még szép, hogy fel tudok itt mászni, és ezek a hangok a háttérben. Egy kicsit csak kikészítőek. Na, én jelenleg itt tartózkodom.
az lenne a legcélszerűbb, hogyha én ide mennék. Azt a tévészetet ott szépen felvenném, és még mindent tudom, milyen állatot nem ölhettem. Tényleg nem tudom. Tehát ugyanilyen úgynevezett rejtett állatokat, hogy nem mondtak, mint mondjuk a krokodil, mert az nincs is mutatva a térképen, hogy hol található, az csak úgy random volt a vízben. Na mindegy, ami mozog, azt én szerintem meg fogom ölni. Olyat, hogy csak a főkületésszel folytatásában fogok találkozni még olyan teremtményekkel, amikről egy szó esett. Amiknek nem tudom, hogy hol van a tartózkodási helyük. Mondjuk kutya! Na, meghalsz végre? Ja, megvolt a kutya is, király! Akkor most már csak felszedtem venni a tévészettemet, azt hiszem, mert tovább is elnék. Itt van egy ilyen kis baba, az egy kicsit se ijesztő. Na, körbe kéne nézni jobban, haver. Közben ezek valamiért ellenségesek lettek a francban. Kutya, szerintem meghat. Jobb, minden bizonyan levágtam az egyik társamat, még amikor a kutyával baszakodtam, ezért nekem estek a kockák, de... I have no regrets. Na. Most örülsz. Nap time. Most nekem is jól esnek is, Szundi. Szent szar! És semmi hirtelen mozdulat, haver. Akkor hátulról te idán vannak, ahogy az előbb mondta a játék. Akkor csak szétfájtosok. Jaj, égek! Mit tettél velem? Se vaj. Mennyien vagytok még itt, emberek? Vállok, közben a kutya marcangolja a popomat. Úgy érzem, és szerintem jól is érzem. Bizony. Király, szép mellélövés. És ugyanezt a kutya hangeffektet használták a Super Mario játékokban is. Na! Ne, pomoska újra tölteni! Se baj, lassabban nem is tölthetni újra. Na még... Úgy nek, ott egy csávó, aztán... Talán már boldogság is lesz. Nem, még jön egy kocsi. Se baj. Na most már nyugtom, lehet egy kicsi? De csak egy kicsit, tényleg nem kérek sokat, csak egy kicsit. Na, aztán lassan lesznek még pénzeim. Lassan lesznek pénzem a többi upgrade-re, és itt a tűz. Szerencsére hamar el is állt, szóval... Ide tudtam férni ez a csávóhoz. És hallok még több kibaszott kiborgot. De ez. Cuppogtatni való. Jó, hova gondolok. Ha én fogom is egy ölti magát, szóval inkább ráadottam. Na, no scope, emberek. És mit adok neki? Szopj le, szépségem. Na, hova tovább? Hova tovább, kérdezte Süti, mikor a térképét nézte és arra a tévéképernyőre rákatintott. Na, nagy csalnaknál meg ki akartam térni a szívét. Jó, haver. Ennél ijesztőben nem is tudtad volna mondani, és mi folyik ott? Tudod egy olyan lövést? Szent szar? Egyenesen... Jaj, ne, utolsó lövés, és azt a kocsira kell pazolnom. És az is mellé ment. Jaj, ne, mit tettem? Hé! Király. És erre felé miért ilyen sok az ellenség? Na. Hát ez megérte, haver. És ezek a shotgun-os szóvicek. Majdnem azt mondom, hogy szóvicek. Milyen viccesek. Na. Aludj jól, Sweet Prince. Most már végre elmehetnék oda, hova akarok? Nem, még azokkal meg kell küzdenem, király. Gyertek. Na? Most már jó? Nem, még több ember. Nem tudom, mi a fasz ezen a helyen, de nagyon fura.
nincs is időm kiúzolni ezeket a szarokat, mert egyből jön valaki, hogy megerőszakoljon. De téged meg majdnem hátrahagytalok, haver. Na és 99-nél úgy néz ki, hogy nem számolja tovább a szíveket. De ez mellett, hogy rég így van, csak most veszem észre. Hány fogalma sincs, nem néztem. Na. Ott fent vannak még kockák, remélhetőleg ők már nem hostile-ok, mint az előzők. Nem tudok felmászni? Na, köszönöm. Király, tegyem, valakire be tudom dobni a shurikenemet? Nem tudom. Zsír. És már csak oda fel kéne jutnom. Lehet, hogy tehát kell mennem ezen az egész barlangon. És én ezer örömmel át is megyek, hogyha ebbe kerül nekem. Király, oké, itt van még egy... Alattam, bőven alattam egy láda, ahhoz most nincs neked, olyan hé, malac! Titeket már öltem? Párat, szóval... Ezt a beletek már öltem párat, hogyha inkább... helyesen akarom ezt a mondatot kimondani. Jól mondtad, Rex. Pontosan azt csinálod. Egy nagy fuckot csinálsz, és valami csúnya teremtmény odalent pusztít. Tényleg azért nem is használtam a kibaszott izémet, a gépfegyveremet. Már akartam elvenni a sniper-t, össze-észre nyomogatom a gombokat. Na. Jep, így elég jó pillanat.